Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és némi kihagyás után itt az ideje, hogy visszavessük magunkat a Victoria 3 Let's Play sorozatok helyett a Let's Play sorozat váró, megjelenést váró videósorozatba. Úgyhogy lássuk is, hogy mik azok a mechanikák, amikről eddig még nem volt szó, már pedig most kettőről lesz szó, a következő két Development Diary-vel fogom folytatni ezt a sorozatot, és aztán pedig jövő héten már érkezik is az utána levő kettő, hogy kicsit behozzam a lemaradásomat. A 36. és a 37. Dev Diary lesz ma, a 36. az építkezésről szól, a 37. pedig a piacbővítésről és a vámokról. A 36. az egyszerűbb, meg egyébként is az nekem kicsit jobban tetszett, meg kicsit úgy érzem, hogy már kezdünk elmenni egy olyan túlmagyarázós irányba, ami talán pont azért van, mert késik a játék. Nem tudjuk, még nincsen megjelenés, úgyhogy amint lesz, majd visszatérünk ehhez a kérdéshez. Viszont most akkor nézzük meg a 36-at, az építkezéseket. Először is miről van itt szó? Hát arról, hogy hogyan zajlik az, amikor szeretnénk építeni egy épületet. Nyilvánvalóan ez egy olyan dolog, amit amúgy nem kéne magyarázni feltétlenül, de mondom, szerintem most már ilyen dev diary következnek egyrészt. Másrészt viszont azért kicsit mégiscsak, mert hogy az, hogy mi és milyen sebességgel készül, az nem pontosan úgy működik, mint az eddigi játékokban. Nagyon fontos, hogy egy építkezési kapacitásról van szó, amit különböző módokon tudunk növelni, elsősorban azzal, hogy a megfelelő ágazatba teszünk fejlesztést, tehát az építkezésekkel építkezünk idézőjelben, és ez a kapacitás, ez sok mindentől függ, nyilván ország méretétől, meg hasonlóktól, de alapvetően ez egy szám, ami, ahogy mondtam, növelhető, mit tudom én, mondjuk 300 az építkezési kapacitásunk. És amikor szeretnénk valamit építeni, akkor heti szinten ez a szám határozza meg, hogy mennyit és mit tudunk építeni, vagy mennyit haladnak az építkezések. Viszont ehhez beszélni kell az építkezési sorrendről. Ez egy olyan, ugye queue-ról van szó, amikor fel van sorolva minden, amit szeretnénk építeni az országunkban. Mondjuk van egy búzamező kinyerő épület, van egy gyár, meg van egy kikötő, amiket szeretnénk felépíteni. És ezek egymásra sorakoznak, és mindegyik egy X számot tud előre haladni egy adott héten, tehát mit tudom én, egy gyár egyszerre 50 ponttal növelhető, 50 ponttal haladhat előre az építkezése egy hétben, és ez maximum 50 pont lehet, és akkor kell mondjuk 200 pont ahhoz, hogy elérje a kiépítettséget, tehát elkészüljön az épület, akkor azt jelenti, hogy ha minden héten rakunk be 50 pontot, akkor a végére 4 hét alatt fog elkészülni ez a gyár. Viszont hogyha mi történik az extra pontokkal, mert ugye mondtam, hogy mondjuk van 500 pontunk, amivel tudnánk építeni, na akkor azt csinálja a játék, hogy az első épületbe rak 50 pontot. Szuper. Megnézi a soron következőt, abba is rak annyi pontot, amennyi vagy kimarad, vagy pedig maximum rakható bele. Tehát mondjuk abba is 50 pont megy. De hogyha tegyük föl, csak 100 pontunk van összesen, akkor a harmadik helyen lévő épületbe már csak már nem tud rakni pontot, mert hogy 50-50 ki lett oszva, ezért a harmadik épület már azon a héten nem fog előre haladni az építkezésben. És elképzelhető, hogy egy hátrább lévő épület meg hamarabb elkészül, mert mondjuk kevesebb pont kell összesen ahhoz, hogy felépítsük azt az adott cuccot. Úgyhogy ez amúgy egy kifejezetten okos rendszer, ez mindenképpen jár a thumbs up a Paradoxnak, nekem ez nagyon tetszik, és szerencsére nem az van, amit máskor látunk, hogy építünk egy épület, kiadjuk az épület építését, és akkor csá, és akkor egyszer csak elkészül. Hanem itt is egy extra nyersanyag van, amit menedzselni kell. És akkor ne felejtjétek, hogy erről már volt korábban szó, az építkezés akkor nem kell azonnal kifizetnünk a teljes árát, hanem akkor ezek elkezdenek nyersanyagot használni, amíg tart az építkezés, pénzt, munkaerőt és egyéb esetleg nyersanyagot, mondjuk adminisztrációt vagy befolyást. Az, hogy minek a megépítése meddig tart, az különböző módosítókon is múlhat, tehát nem ugyanannyiba tart felépíteni egy gyárat mondjuk egy alföldön, mint egy dzsungelben. És éppen ezért lehet, hogy az alföldön csak 150 pont kell, hogy belerakjunk, viszont egy dzsungelben meg mondjuk 300-at. Ez volt az egyszerűbb része a mai Dev Diary-nek, mert ezután átvette egy Q&A
Guy a Development Diary írását, és őszintén szólva nekem nem feltétlenül tetszik az, ahogy ő borzasztóan körbe magyaráz mindent. Persze, hogyha nagyon szeretnétek ilyen novella hosszúságokat olvasni, akkor tök jó, de úgy érzem, hogy kicsit nehéz kimazsolázni a lényeget abból az elképesztő szófosásból, amit így blogposztonként csinál. Megint csak menjetek, olvassátok el, én megpróbálom ezeket kivonatolni, és ennek megfelelően nézzük a piacbővítést és a vámuniókat. Ez is baromi egyszerű koncepció egyébként, de minden apró kis részletére kiterjed az egésznek, ahelyett, hogy így annyit mondom, amit most fogok mondani, hogy ezek két oldalú megállapodások két különálló ország között, konkrétan a vámunió, az egy két oldalú megállapodás két független ország között. Egy vezető lehet egy vámunión belül, viszont akármennyi subject idézőjelben, és ezek megegyeznek, hogy akkor a subject betagozódik a főnöknek a piacába, ugye erről a piacról beszéltünk, az állami piacról. Ezeket nem tudjuk háborúban pusholni, viszont diplomáciai úton igen, például van arra lehetőség, hogy egy országnak kifizetjük az adósságát, és cserébe ők becsatlakoznak a vámuniónkba. Követelményekhez annyi kell, hogy semleges vagy pozitív kapcsolat legyen, befolyásba kerül ez az egész, és kapcsolati pontba is kerül. És végül pedig, miért jó ez? Egyfajta békés terjeszkedés. Az, hogy miért jó amúgy, az pedig nagyon egyszerű, ezt megbeszéltük a piaci részekben, munkaerő, termelés, stb. Szóval az lesz innentől kezdve, hogy egy közös piacként gondolkoznak majd a termelésről és az építkezésről, meg a munkaerőről, meg stb. Szóval a közös piacnak minden előnyével jár együtt ez a dolog. Nem kell ezt igazából sokkal jobban körbeírni szerintem, de azt szerint, aki csinálta ezt is, a következő Dev Diary-t igenis körbe kell írni, úgyhogy a következő Dev Diary-ben is, vagy Dev Diary-s videóban is meg fogok küzdeni azzal, hogy értelmezzem ezeket a mechanikákat. Szóval ennyi volt mára, ugye volt szó egyrészt az építkezésekről, nagyon király, nagyon tetszik az a mechanika, és a vámuniókról, ami meg egy dolog. Borzasztóan túl van magyarázva, de én is túlmagyarázás, úgyhogy inkább beszéljük meg azt, hogy találkozunk jövő héten ilyenkor, és akkor pedig jövök a kereskedelemi utakkal, tarifákkal, és a tengeri utakkal. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk jövő héten, sziasztok!